Daniel Katz, amikor nagyapám átsíjelt Finnországba. Harmadik rész. Házak. A nagy vihart megelőző évben, 1938-ban, rettentő sebességgel és eléggé hanyagul épült fel a Mannerheim utat szegélyező, lehangolóan csúnya házak közül az, amelyben világra kellett jönnem. A kapkodást és hanyagságot, melyel a házat összecsapták, nem én okoztam, de nem is a háborútól való félelem. A malter keverő lányok vihogva nevettek a kőművesek disznókodásain, csak úgy, mint azelőtt. Európa messze volt, a háborúskodás más népek dolga. Hitlerből csúfot üztek. egy vakoló legény ráfingott a Führer képére. Egy tenyeres talpas, vidám téglahordó lány meg koszos rongyokat vágott a szemébe. Ebéd szünetben sonkát ették, utóételnek pedig banánt. Az építkezésen megnyilvánuló sietségnek és hanyagságnak most is az volt az oka, mint máskor. A bank és a vállalkozók minél nagyobb nyereségre törtek, a munkavezetők pedig mind a banknak, mind a vállalkozóknak igyekeztek kedvükbe járni. Nógatták, hajtották a munkásokat, takarékoskodtak az anyaggal és a munkaórákkal. Óriási racionalizálás volt ez a munkások és a jövendő bérlők zsebére. Az első télen már fagyoskodnom kellett ebben a házban. Az udvarra ugyanis egy kisebb bomba zuhant. Betörte az összes arra néző ablakot. Amikor ez történt, nem voltunk otthon, hanem vidéken. És amikor hazaértünk, és apám megpillantotta a pusztítást, a cserepekkel borított parkettát és az összetört vázákat a billegő asztalokon, csúnyán elkáromkodta magát. Anyám azzal vigasztalta, hogy rosszabbul is járhattunk volna, erre apám azt felelte, hogy bőszítő, és természetellenes dolog így fogadni a szerencsétlenségeket és kellemetlenségeket. Árje szabadságon volt. A betört ablakok helyére most furnérlemezeket lemezeket kellett raknia. Az asztalokat meg kellett javítania. Amikor dohogva, duzzogva mindezt megcsinálta, visszament a frontra. Amikor pedig anyám, Hanna nővérem, kisöcsém, Andrej és én a háború után visszatértünk Pokjammából, ahová kitelepítettek, még mindig ugyanazok a furnérlemezek borították az udvarra néző ablakainkat. Épp ablakaink mind az utcára néztek. Gyakran üldögéltem ezekben az ablakokban, és orromat az üveghez nyomva lestem át az út másik oldalára. A Mannerhely marsalnak szentelt út másik oldalára. Néztem a forgalmat, a szemközti házakat. Ezek ugyanolyanok voltak, mint a mi házunk, de homlokzatuk nem nézett egyenesen az utcára. Csupán a sarkukat mutatták a marsalnak. Egyikükben a háború alatt a német nagykövetség tisztviselői laktak családjaikkal. Egy este, nem sokkal visszatérésünk után, nekem elmondták, hogy itt már béke van, de lapföldön még mindig folyik a háború, és én azt hittem, hogy a finnek a lapok ellen háborúznak. Anyám így szólt. Gyere, nézd meg, hogy mennek el a németek? Azzal felemelt az ablakdeszkára. Anyám hangja nyugodt volt. Felálltam az ablakban, anyám nyakába kapaszkodtam, beszívtam barna hajának illatát. Az utca másik oldalán, ablakunk a rézsutosan szemben, három teherautó állt, bútorokat, ládákat hordtak fel rájuk. Az autók körül egy csomó férfi és egy nő sürgött forgott. Egyesek az ölükben cipeltek valamit, és sorukat várva a kocsipadlóra lódították. Mások a kocsikon állva átvették a holmikat. Akadtak olyanok is, akik csak jöttek-mentek, és szemmel láthatóan csak akadályozták a többiek munkáját. Két egyeruhás finn rendőr távolabbról figyelte az egészet. Egyikük valóságos óriás volt. Háta mögött összekúcsolta a kezét, és hol sarkán, hol lábújhegyén támaszkodva, előre-hátra hintázott. Egy hosszú sárga vászonkabátot viselő német valamit kérdezett az óriástól. Az óriás Busa fejével rábólintott. A német eltűnt. Mama, ezeknek nincs gyerekük? kérdeztem anyámat. Elküldték őket még idejében. Hová? Németországba. Én is szeretnék elmenni Németországba mondta Mirigykedőn. Azt hiszem, elküldtek volna téged is, méghozzá teljesen ingyen. De most már nem tudják megcsinálni felelte anyám halkam. Miért nem tudják? hiszen ők is oda mennek. Nem tudják, ismételte anyám, és erősen magához szorított. Nem is adnálak nekik. Gyere, menjünk már, eleget láttál. Hadd kuksizzam még egy kicsit, kérleltem anyámat. Mit akarsz? csodálkozott anyám. Egy kicsit még kuksizom. Miért kell neki elmenni? Tudod, ezek a németek itt dolgoztak, de most elmennek haza. Ezek Németország elvesztette a háborút, és nekik el kell menni innét. Már régen el kellett volna menniük. Azok a rendőrök kergetik ki őket? Kérdeztem reménykedve. Nem kell kergetni őket. Mennek maguktól is. Nagyon is igyekeznek. És ha már elmentek, úgy hallottam, oroszok fognak költözni a házukba. Az oroszok csúnyák? Ne, de dehogy. Kedvesek? Olyanok, mint, mint, mint mi. Há, mi pedig kedvesek vagyunk, igaz? Az oroszok is olyanok, mint, mint a többi nép, mint a finnek. Vagy mint a németek, nem? Hát, talán, mondta anyám. Minden népben vannak jók és rosszak, és minden emberben van jó és rossz. És ide kik költöznek, a jó vagy a rossz oroszok? Jézus Mária! Ki? csodálkoztam, de anyámnak nem volt türelme tovább magyarázni. Az oroszoknak van gyermekük? Folytattam a kérdezősködést. Miért ne volna? Játhatom majd velük? Persze, hogy játszhatsz. És az oroszok csak ugyan megérkeztek. Megtöltötték a szemközti házat. Mind a szovjet nagykövetség munkatársai voltak. Voltak gyerekek is, de nem emlékszem, hogy valaha is játszottam volna velük. Ennek talán az volt az oka, hogy ők az út másik oldalán laktak az út pedig széles volt és forgalmas, és játszópajtások mind az útnak erről az oldaláról verbuválódtak. Gyakran üldögéltem az ablakban, onnan nézegettem az orosz gyerekeket. Csoportba verődve játszottak a házuk előtti kis parkban, ahol volt egy homokozójuk és két hintájuk. Telentett több ruha volt rajtuk, mint a fénygyerekeken. gyerekeken. A fejüket úgy bebugyolálták kendőkkel, meg sálakkal, hogy csak az orruk meg a szemük látszott ki. Mindig volt velük egy-két molett asszonyka, fekete hajú, kontyos és kerek, piros arcú. Sokat nevetgéltek, lágyan, csacsogva beszéltek a gyerekekhez. Beszédüket akkor hallottam, amikor egyszer elsétáltam előttük. Az asszonyok felén fordultak és rám mosolyogtak. Úgy éreztem, hogy barátságosan mosolyuk. Arra, hogy mondtak-e valamit nekem, nem emlékszem, de később úgy tűnt, mintha megszólítottak volna oroszul. Erre némiképp büszke voltam, noha egyúttal bosszantott is. Szerettem volna ugyanolyan lenni, mint az udvaron, azok a lenhajú fincsrácok, és abban az időben a legnagyobb problémát éppen az jelentette számomra, hogy nem voltam ugyanolyan, hisz az én hajam fekete volt, és göndör. Ha az orosz asszonyok orosz fiúnak néztek, ez is csak azt bizonyította, hogy más vagyok. Igaz, nem voltam biztos benne, hogy csak ugyan beszéltek-e hozzám, Szlúsájtjétól megtanultam néhány szót oroszul. Egyebek között azt is tudtam mondani, hogy gyere, egyél hajdi nakását. vigyázott rám a háború végéig. Mikor apám másút volt, anyám megdolgozott. Nagy darab orosz nő volt, aki valahányszor engem vagy őt magát veszély hatalmas melléhez szorított. Egyébként komolyan törekedett arra, hogy engem belefúlasszon a tejfölbe és a túrós táskába tulajdonképpen Jelenának hívták. De mivel én gyakran hallgattam a moszkvai rádiót, amelyben az indulók után egy markáns férfi vagy női hang mindig azt mondta, hogy Slusajtje, Szlusájtje, elneveztem Slusajtjének. Slusajtje és férje emigráns kommunisták voltak, mely tény a volpónak rengeteg gondot okozott, mivel hogy ők a bonyolult gondolatmenetekhez nem igen szoktak hozzá, és egy emigráns orosz, hogyan is lehetett kommunista? Slúsaitjét és férjét kémnek vélték, amint a háború vége felé közeledett, és valpóban kitört a pánik. Slúsaitje férjét internálták. Slúsaitjét pedig hetente legalább egyszer kihallgatták, és telefonon zaklatták. Ez szinte minden nap. Még ma is emlékszem rá, amint sírós hangon és gyenge fintudással magyarázta a telefonon az ideges rendőrnek, mi mindent csinált az előző napon. Én az asztal alá kuporodtam, akár valami sündisznó. Négy székkel körülbarikádoztam magam. A padló kefélő hosszú nyele úgy merett elő a székek közül, mint egy ágyúcső, és éppen szlúsájtjét vette célba, aki a telefonba sírdogált. Amikor újra megszólalt a telefon, én rohantam felvenni, aztán kiszaladtam a konyhába, és azt mondtam szlúsájtjénak, megint a rendőrség keres. Szegény teremtés sírva fakadt pedig nem a rendőrség telefonált, hanem az a sablon nevezetű kereskedő, akinél egyszer apámmal együtt jártam, és akit szörnyen utáltam is, mert amikor kövér kezével megpaskolta az arcomat, a keze érezhetően kakaszagú volt. Sablon anyámat kereste, de szlósájtje beszámolt már neki az egész napról, mire a félreértés tisztázódott. Szlósájtje rettentően megharagudott rám. Egy álló hétig nem csinált túrostáskát, amit magam részéről elég enyhe büntetésnek tartottam. Ez volt hát szlúsajtje, aki megtanította nekem oroszul, gyere, egyél hajdinakását. Úgy nyolc éves lehettem, mikor átsétáltam az oroszok házának udvarán, és elmondtam ezt a mondatot egy szőkehajú fiúnak, aki két évvel fiatalabb volt nálam. Át is jött velem az út másik oldalára, és egy nehézkes roller cipelve elkísért egészen az udvarunkig. Ott aztán büszkén bemutattam új játszótársamat az udvar fitosorú legényeinek, akik a neve iránt érdeklődtek. Mivel ezt nem tudtam megkérdezni tőle, septében elkereszteltem Alexinek. Alexi kicsit zavarban volt és elpirult, mikor félig erőszakkal kölcsönvettük vettük tőle a rollert. Felváltva száguldoztunk rajta. Amikor egymással versengve ócsároltuk, hanghordozásunkban és arckifejezésünkből megértette, mert az ála lassan remegni kezdett. Bűnösnek éreztem magamat, ám mielőtt Alexinél eltört volna a mécses az út másik oldaláról, forgószél gyanánt ott termett a mamája. Egy fekete hajú, apró teremtés, ölébe kapta Alexit a rollerra együtt, és szidni kezdte oroszul. Nem bennünket, hanem Alexit szitta, valószínűleg azért, mert átment a forgalmas úttesten. Ezután Alexit nem láttam többé sokáig nem volt dolgom az orosz házzal. Hébe korba az ablakból nézegettem, ez volt minden. Ablakainak nagy részét télen-nyáron függönyök borították. Amikor néha rés rajtuk, nehéz, régi módi bútorok és csipkeszegélyű asztalterítők villantak elő. Terítők borították az asztalokat, a komódokat, a könyvespolcokat és az ongorát is, és mindenütt dísztárgyak voltak. Mindez nagyanyám Vera lakására emlékeztetett. Az oroszok szobáit talán éppen ezért éreztem olyan családiasnak. A mi bútoraink a 40-es évek késő fasiszta stílusában készültek. A szobák falain Lenin és Sztálin képeit lehetett látni. Az ablakból mindjárt ránéztem a saját szobám falára, melyen nagyapám, bennó képe függött, anyám rajzolta tanulókorában az Ateneumban. Bennó szájában pipa volt, a nyakszirtje hiányzott. Ezt anyám akkori tanára szigorúan szóvá is tette. Az út másik oldalán Lenin és Stalin, ezen az oldalon Bennó, középen pedig Mannerheim marsal útja fenyegetően és elhatároló. Az út közepén finn közlekedési rendőr állt, tiltó emelte fel fehér kezét. Bennónak nem adatott meg a választás lehetősége. A temetőben A temető kapu zárva volt, egy felirat szűk szavúan közölte, hogy a temető a zsidó ünnep miatt zárva. Nem volt véletlen, hiszen a zsidó hitkösséghez tartozott. Minden nehézség nélkül átmásztam a falon. Nem volt valami magas. Aki kívül állt, anélkül, hogy lábújhegyre ágaskodott volna, láthatta, miként temetik a zsidók halottaikat. Vajon csak ugyan függőleges helyzetben? A falon túl hitetlenek sétáltatták kutyáikat. Az volt a szokásuk, hogy kifejezéstelen arccal átbámultak a fal fölött a temetőbe, aztán csalódottan állapították meg, hogy négy megtermett férfi visszintes helyzetben ereszti alá a megboldogult zsidó koporsóját. A rabbi zsoltárszerű éneket kántál olyan nyelven, melyet a halottak nem értenek. A sírt betemetik, és senki sem omlik zokogva a sírhan tetejére. Ezek után meghúgyoztatták kutyáikat a cári katonák gondozatlan sírjai fölött a teniszpálya közelében, otthon pedig elmesélték a családnak, hogy a zsidók függőleges helyzetben temetik halottaikat. Saját szemükkel látták a falnál, melyen átmásztam, mivel hogy rokonaim feküdtek a temetőben. Csak ugyan zsidó ünnepnap volt, de nekem sohasem magyarázták meg, miért nem szabad ünnepnapon meglátogatni a temetőt. Senki sem tudott választ adni rá. Mindig így volt. Meg lehet, nem helyesen tettem föl a kérdést. A fal tetejéről beugrattam a temetőbe. Elhaladtam egy fehérre meszelt szertartástelen mellett. Egy dombocska alatt zöld padált. Leültem a padra, és fejemet egy szürke kőlapnak támasztottam, melynek tetején kőgalambült. A temető elején harminc hősi halott aludta álmát. Súlyos vaslánccal voltak elkerítve. Az elesett katonák napján ennek a négyzet alakú területnek minden sarkán egy-egy finn katona díszörséget állt. Ünnepélyes unalommal merednek maguk elé a német fazonul acélsisak alól. Gyerekkoromban olykor szívdobogtató hazafias érzés lett túl rajtam, amikor rádöbbentem, mi történik itt. Finn katonák róják le tiszteletüket azoknak, a zsidóhalottaknak emléke előtt, akik életüket adták Finnország szabadságáért, hogy a finnek szabadon róhassák le tiszteletüket hősi halottaik előtt, akik életüket etc., etc. Nem mertem végig gondolni a gondolatot. Belevörösödtem és elszorult a torkom. Hiába gyerek voltam még. Egyik évben az elesettek napján, ekkor már idősebb voltam, a díszőrség egyik tagja volt Andrej Öcsém is, aki katonai szolgálatát az állami kémiai kutatóintézetben töltötte. A cseh Prokop doktorhoz hasonlóan, ő is azzal foglalkozott, miképpen lehet burgonya porból, szépségápoló krémekből és hashajtókból robbanóanyagot készíteni. Eléggé homlokában őt a haja, ettől függetlenül okos és szórakozott fiú volt. Most ő is mozdulatlanul bámult maga elé, és közben azt igyekezett kideríteni, hogy a proteinek hidralizálás közben vajon miért válnak szét aminosavakká. Vajon mégiscsak Isten van mindenek a hátterében? Igyekeztem magamra vonni Andrej tekintetét, ki akartam próbálni, elviseliek komoly arccal, bohócos grimaszaimat. El is kaptam mereven bámuló szemét, de csak keresztül nézett rajtam, annyira elmélyedt a gondolataiba. Ezt nem sejtettem, csak belemeredtem a szemébe, és farkas szemet akartam nézni vele. Néhány perc elteltével gyötrelmessé kezdett válni a játék számomra, és csak nagy keservesen bírtam visszatartani magam a nevetéstől. Noha nem tudtam, hogy öcsém még csak észre sem vett. Egy öreg rabbi a hősök zsoltárát énekelte. Kecske szakála reszketett, amint fejhangú futamokkal megcifrázta a monoton zsoltárt. Pápa szemét zúzmara lepte. A hitkösség elnöke hazaszeretettől csepegő emlékbeszédet tartott. Sápat volt a meghatottságtól, és minduntalan megbicsaklott a hangja. A jelenlevő gyerekek kuncogtak. Nekem is nevethetnékem volt, ám továbbra is rendületlenül Andrejre meredtem. A hadsereg kegyeletét egy bicegő finn alezredes rótta le a hősi halottak előtt. Beszédenek az volt a lényege, hogy fajra és vallásra való tekintet nélkül bárki alkalmas arra, hogy életét áldozza-e hazáért. A megboldogultak nevében egy tartalékos zsidó nagy mondott köszönetet a tiszteletadásért, és biztosította a jelenlevőket, hogy ami a zsidókat illeti, ők boldogan esnek el minden hazavédelmében, csak engedjék meg nekik. Felváltva meredtem Andrejnek hol ebbe, hol abba a szemébe. Nagyon sápat volt a sisakja alatt. Már szétválasztotta az aminósavakat karbocil és aminócsoportokra, a glicerineket, az alaninokat, a szerineket és a valinokat mind. A beszédeket elmondták, az ünnepség a végéhez közeledett. A díszőrség parancsnoka balra átott, és a kapuhoz masírozást vezényelt. Három katona követte is. De Andrei meg sem mereven állt a helyén elnézett a fejem fölött, teljesen bele volt bonyolódva az inzulin molekula struktúra diagramjába. Én se vettem észre a katonák távozását, baráti kezek vezették, a zsibbattan lépkedő Andrájt a kapunál várakozó egységhez. Kiskutya éles ugatására rezzentem fel, a fal felé néztem. Sovány vöröshajú iskolás fiú méregetett a fal mögül, orrát turkálva. A díszörséget vezető hadnagy nem szitta meg Andrejt. Azt hitte, hogy mély meghatottság kerítette öcsémet hatalmába. Az egység össze-vissza lépkedve elmasírozott a krematórium irányába, és eltűnt a szemem elől. Régen történt ez, évekkel ezelőtt. Felkeltem a padról, és elindultam a sírok mellett. Itt mindegyik sírban egy gyerek feküdt. Egyenként temették el őket, külön-külön sírba. Mondjuk ez zsidó a keresztények is külön-külön sírokba temetik gyermekeiket, minden gyereket a saját kis sírjába. Hát nincs ebben semmi csodálatos. Ez keresztény szokás is. Nem is olyan régen nem zsidók egyes országokban zsidó gyerekeket tömegsírokba temettek. Ez is könnyen szokássá válik. Igaz, hogy a gyerekeket először meg kell ölni hozzá. A tömegsírokban esetleg olyan gyerekek is akadnak, akiket függőleges helyzetben temettek el. Azt azért mégse lehet mondani, hogy a függőleges helyzetben való temetés zsidó szokás lenne. Ezen kívül nem minden gyerek hal meg, mielőtt eltemetik. Az élve temetés a világ különböző részein a büntetés egyik formája. Igen, a népek szokásai eltérnek egymástól, gondoltam magamban, amint elhaladtam a gyerek sírok előtt. Ezeket a gyerekeket halottként és megcsonkítatlanul tették koporsokba. Boldogok lehetnek. Tovább mentem. Megtaláltam a vízcsapot, ittam. Aztán egy zsidó gyáros família családi sírboltját nézegettem. A fekete, de tompa fényűre csiszolt, néhány tonnás gránit kocka a sötétben, megtévesztésig páncélszekrényre hasonlított. A klám földi maradványai tökéletes biztonságban voltak a vandáloktól. Szellemi hagyatékát pedig valóságos páncélszekrények és fin törvények őrizték. Úgy tűnt a föld felsóhajt a gránitömb alatt. Jó, Jó élni, élni ebben, ebben az országban. Az országban. A földi hatalmasok még haláluk után is kérkednek a gazdagságukkal, fajra, nemzetre, vallásra való tekintet nélkül. Amikor két lépéssel közelebb léptem a gránitkőhöz, hogy elolvassam az aranybetűkkel belevésett hébernyelvű nyelvű feliratot, egy kis vörösorú öreg ugrott elő mögül le. Csizma volt a lábán és egyensapka a fején. Fekete gombszeme hunyorgott, amint felemelte gerebéjét. Hogy jutott be ide? Mit csinál itt? rivalt rám. Csak bejöttem, nem akartam kidönteni a sírkövet, legyen nyugodt. Menjen ki innét, a temető zárva van. Nem vette észre, ünnep van ma. Számomra semmit se jelent az eféle ünnep, bácsikám. Menjen innét, menjen, menjen, tüzelt az öreg. Ritkán járok ide, de most itt vagyok. A hozzátartozók sírját jöttem meglátogatni, magyaráztam. Kinek a hozzátartozói, hiszen ma a ünnep van, az én hozzátartozóim. Igen, de kinek a sírját? Különben nem is érdekes. A temető újabb része felé mutatott, a tenger irányába. Menjen innét maga bolond, vagy feljelentem a hitkösségnél. Én telefonálok a rendőrségnek. Telefonáljon nyugodtan, feleltem, és zsebre vágtam a kezem. A vénember morogva leengedte a gerebjéjét, én meg elindultam a temető északi végébe. Észak felé haladtam. Elsétáltam Bennó sírja előtt. Nagyapa mindenkinek megtiltotta, hogy virágot hozzon a sírjára, engem és unokatestvéremet Avivát kivéve. Utálta a virágokat. Most a sírján a vázában mégis ott díszelgett egy csokor elfonyat pipacs, amit nem én tettem oda, az biztos. Avive sem lehetett, mert ő valamilyen oknál fogva Panamában élt. Egy pillanatra felötlött bennem, hogy megkérdezem a sírásót. Honnan kerültek a virágok Bennó sírjára? Ki hozta őket? De rögtön rá is jöttem, hogy a vén ember nem sílbakolhat minden sírt külön-külön. Ellenben az elfonyat virágokat elvihette volna. Az északi fal tövében málnabokrok nőttek. A bokrok mellett egy funkcionalista stílusú sírkövet vettem szemügyre. Weisberger húskereskedője volt. Tekintettel arra, hogy távoli rokonságban álltunk vele, anyám elcipelt a temetésére. Anyám nagyon határozott volt ebben, és nem is akartam ellenkezéssel elrontani a kedvét. Különben azért sem, mert nem tartozik azokhoz az asszonyokhoz, akik temetésekre szívesen járnak. Kicsit bizonytalanul azzal igyekezett a dolgot alátámasztani, hogy Weisberger emberként és húskereskedőként egyaránt fedhetetlen volt. Meg azzal, hogy egyszer jóformán egészen friss húst ajándékozott a zsidó szeretett háznak amikor megjegyeztem, hogy a szeretett házat csak a húskereskedő halála után alapították, anyám azt válaszolta, hogy erről a húskereskedő igazán nem tehet. Ott ültem hát és verejtékeztem Weisberger holtestének beszentelési ceremóniáján a kápolnában. Weisberger lezárt koporsójában pihent ez alatt. A koporsó mellett egy daliás fiatalember állt, a zsidó testnevelési egylet hatalmas zászlaját tartva. Kíváncsian nézelődött a gyászolók feje fölött, talán várt valakit. A rabbi szórakozott beszédet mondott az elhunyt emlékére. Ezután egy vastagnyakú, vörösképű férfi lépett a koporsóhoz, és vagy fél percig dühösen merett rá. Akkor elővett egy papírt, és elkezdte a beszédét. Szavai emlékezetembe vésődtek. Itt állván az eltávozott Ábrám már a, a, a rejtelkerföldi hajainál, gondolataik visszaszállnak az 57 évvel ezelőtti múlva. Jelentette ki a vörösképű, és kis szünetet tartott. Senki nem szállt vitába vele. Akkor alapították meg ugyanis a város zsidó testnevelési egyetét, a színai pár Az utolsó életben levő alapító tagok egyike volt éppen, a most elhúgy kereskedő, Ábrám, Eberhard Weisberger semmivel sem takarékoskodva egész életét, a testnevelési egyenlet működésének fejlesztésére szentelte, sőt, aktívan is részt vett néhány sporták tevékenységében. Ki ne emlékeznék közülünk vékony, szálas alakjára a futballpályán, ahol az egyet kékfehér mezében annyi dicsőséget szerzett. Ki nem ő, ő a aki, aki sohasem felett el, szilaj kiáltásaival biztatni társait, a győzelemig, vagy a tisztes vereségig? Se szeri, szeri se száma az azok az, az egyetleteknek és köröknek, melyeknek, melyeknek megalapításában Ábrám, Weisberger részt melyeket tanácsaival, de pénzével is támogatott. Az ő, ő töretlen optimizmusa, itt a szónoknak elcsuklott a hangja rövid tusakodás után visszanyerte önuralmát, kifelezte a el, Ki -e el közülünk. És ezt el is száma azoknak az egyeteknek, és, és jótékonysági alapítványoknak, melyeknek megalapításában fentemlített halottunk, biztosan részt kívánt volna, volna lenni, ha a temető nem szólítja -e előtt körülből, időnek előtte. előtte. Ilyen bizonyára a hajadon mennyasszonyok egy alapja is, melynek vezetőségében minden bizonyal, ott láthattuk volna a drága és testnevelési egyetünknek minden oka, oka megvan, van, hogy büszke legyen egykori az hogy tevékeny tagjára. És itt, e földi hangba, hangba elő állva, szívünk, szívünk mélyéből kívánjuk, hogy a Weisberger húskereskedő grandiózus életműve nekünk, a mi életben levőknek mindannyiunknak legmagasabb ezért ne legyen. Meghajtjuk zászlónkat, az elhúnyt emlék előtt. Ekkép szólt a vörösképű, és a daliás sportfiú szófogadó meghajtotta a zászlót, miközben még mindig várva valakit továbbra is merezgette a szemét a fejünk fölött. Meglehetősen sötét volt, a lábam alá kellett néznem, nehogy felbukjam a sírokban mert a sírközök helyenként nagyon keskenyek voltak. Megálltam egy magas vörösgránit sírkő előtt, hogy szivarra gyújtsak. A sírkő jobbra dőlt, mert a föld megcsúszott alatta. A gyufa fényénél megpillantottam, hogy két tenyér van a kőbevésve, melyeken az újak felfelé mutatnak. A gyűrű súly és a kisúj külön vált a többitől. A halott neve Grabovic volt. Könyvelő volt és kohanita tehát a papok rendjéhez tartozott. A két tenyér ezt jelezte. A könyvelő főpap Grabovic szinte megszületésétől fogva kopasz volt. Röviddel halála előtt főkönyvelőnek nevezték ki, pap azonban sohasem lett belőle. Mégis kohanita volt. Azokhoz tartozott, akiket az istentiszteleteken elsőként hívnak a tórához, vagy a frigyláda elé imádkozni. Amikor a frigyláda ajtaját kinyitották, a kohaniták fejük fölé emelték imakendőiket, nehogy az Isten könyveinek szent fénye szemüket megvakítsa. Aztán előre hátra hajlongva panaszsoltárt kezdtek énekelni. Amikor gyerekkoromban azon csodálkoztam, vajon mit panaszolnak? Azt mondták, sírnak, mert a zsidóknak nincsen hazájuk. Szétszórva élnek szerte a világban. Aztán létrehozták Izraelt, de a kohaniták tovább sírtak a frigyláda előtt. Nekem úgy magyarázták, a kohaniták azért vannak elkeseredve, mert Izrael szomszédai görbe szemmel nézik a zsidók hazáját. Úgy vélem, ebben az évben a kohaniták azt panaszolják, hogy Izrael szomszédai vissza akarják venni az Izrael által elfoglalt területeket. És panaszkodni sose árt. Isten velünk van. Rajta kívül az Egyesült Államok és Nyugat-Németország. Ha Grabovicot ima kendőt akarta, akkor is megismertem a mekegő hangjáról, és arról, hogy szögletesebben hajlongott előre-hátra, mint a többiek. Kolerikus ember volt. Amikor meghalt, sírkövébe vésték ezeket a keskeny könyvelő kezeket. Apám sírján zöld gizgaznőtt. Az ő sírját nem gondozták. Ez örömmel töltött el. Leültem a sírra, és vodkás üveget húztam elő a zsebemből. Felnyitottam és inni kezdtem. Arra gondoltam, milyen furcsa, hogy az apám itt fekszik, eltemetve a földben, pedig a hambasztást mindig jobbnak tartotta, mint a temetést. Aztán eszembe jutott, hogy zsidóknál nem szokás a hambasztás. Holtukban a zsidókat nem szabad elégetni. Úgy véltem, ennek oka az, hogy oly sok zsidót égettek el életükben. Mindennek megvan a maga oka. Mikor apám meghalt, március volt, kemény fagy, a föld jeges. A sírásoknak nem kis munkájukba került a sírgödröt kiásni. Fáztak, verejtékeztek, káromkodtak közben. Egész éjszaka ásták a sírt, de úgy tűnt nem készülnek el vele idejében. Már a temetés elhalasztását is tervezték. Aztán valaki kitalálta, hogy adjanak a sírásoknak pálinkát. Felébresztettek egy jól ismert zsidó szeszcsempész, vettek tőle mindegyik sírásónak egy-egy üveggel, és a sír egy csapásra elkészült. Apám temetésén a rabbi pályája legrövidebb beszédét tartotta a szertartás teremben. is nyelven beszélt, és azt mondta, hogy az embernek idejében meg kell bánni a vétkeit. Igaz, hogy ezt ötféleképpen mondta el, más egyebet aztán nem is nagyon mondott. Utána a koporsó előtt lépdelve elment a sírig, és folyvást mormogott akik közel álltak hozzá, azt állították, hogy imádságokat mormolt. Olyan gyorsan lépkedett, hogy a koporsó cipelő nagybátyáim alig tudtak a nyobámban maradni. A szertartás terem alatti dombon Sender bácsi megbotlott, utána Misa bácsi is mögötte. Aztán csúszni kezdtek a jeges domboldalon lefelé, mert a portás részeg volt, és elfelejtette a dombot leszórni homokkal. Nagybátyaim csetlettek, botlottak, csúsztak lefelé, nem sok hiányzott hozzá, hogy leejtsék a koporsót. Kénytelenek voltak futásnak eredve gyorsítani, különben a koporsó függetleníti magát tőlük, hiszen apám súlyos ember volt. Nagyokat káromkodtak, és igyekeztek megállni a lábukon, de a rabbi már nem tudott kitérni előlük. Nagybátyáim lába elé zuhant, akik Golda Brinkman sírjára lódították. Golda ápolónő volt a Nemzetközi Brigádban a spanyol polgárháború alatt. A rabbi rákvörös volt, és azt kiabálta, hogy valaki szándékosan az életére tört. Megpróbált lábra állni, hogy ott hagyja az egész szertartást, de Tevi bácsikám és Andrei öcsém felemelték, és valósággal odavonszolták a nyitott sírgödörhöz. Sender és Misa pedig odahozták a koporsót. Amikor a koporsót lengették a sírba, Blau elénekelte az, az élmólé Rasahim Zsoltárt, hamisabban, mint valaha. Utána kisétált a temető kapuján, annélkül, hogy legalább oda biccentett volna az özvegynek, vagyis anyámnak. Anyám falfehér volt a gyászfátyol alatt, de inkább a méregtől, mint a bánattól. A hitközségben még hetek múlva is emlegették az esetet, nagyokat szörnyűködtek rajta. Mi a csuda lelte ezt a blaut? Mi haszna volt az egészből? Álmélkodott valaki a zsinagógában, a következő sábeszen. Hiszen a bolsevik volt, suttogta a másik. Blau! Én meg azt hittem, azért lépett olajra Magyarországról, mert már nem bírta. Én Benjamin fiára, Árienre értettem, akinek a temetése volt. Hogy Árie bolsevik lett volna? Nem vettem észre ilyesmit. Szerintem ugyanolyan ember volt, mint a többi. Szerintem meg teljesen mindegy, milyen színű valaki, jegyezte meg a harmadik. Mármint a temetés szempontjából. Ha egyszer meghalt, hát meghalt. És a sírban senki sem politizál. A földben a legvörösebb ember is elszíntelenedik. Meg aztán, kommunista volt-e egyáltalán? Nem úgy van, hogy a fiai azok, de ő maga nem volt az. Vagy fordítva van? Leültem apám sírjára, és elővettem egy üveg sztalicsnáját. Nagyot húztam belőle, sokáig eresztettem le a torkomon. Sose tudtam megszokni, hogy egyenesen az üvegből igyam. Apám se. Mindig kis kupicából itta a vodkát. Egy-egy kupica után szólt valamit. Így áll te is, mondtam, és egy kortyintásnyit rálöttyintettem a sírra. Ekkor a sötétben három alak vágodott elő, a temetőr és két zsaru. Ott ülni! Pálinkát iszik a síron, krákogott az öreg. Miért ül maga ott? kérdezte tőlem az egyik rendőr. A falon ugrott át, mert a kapu zárva van, magyarázta a vénember, mert ma ünnep van. Miféle ünnep? kíváncsiskodott a másik zsaru. – Nem emlékszem, miért rá – felelte az öreg. – Ezeknek a zsidóknak az ünnepe. – Aha, szóval maga nem zsidó? – kérdezte a rendőr. – Nem én, kérem, én nivalából való vagyok. – Az arra, ólútól délre van – mondta az első rendőr. – Ismerek egy írótonnam. – Igaz, hogy Helsinki-ben lakik. – Építkezésemmel melőzik, mert amit ír, abból nem tud megélni. – Azt én is ismerem – szólalt meg a másik rendőr. Írni kezdett, mert nem tudott megélni abból, amit az építkezéseken keresett. Minek ül itt? Hörmett aztán rám. Meggyalázza a sírokat. Mutassa, mi az ott magánál. Aha, vodka. Mit akar itt tulajdonképpen? Nem is úgy néz ki, mint a csavargó. Ezért hűvösre is kerülhet. Én figyelmeztettem, kérem, szólalt meg az öreg kicsit restelkedve. Ez az apám sírja, magyaráztam. Az apánkról pedig halála után meg kell emlékeznünk. Úgy értem, apánk halála után. Ma ide tilos a belépés, mondta a rendőr. Nem vettem észre, hazudtam rögtön. És mindig a falon keresztül jön be ide? Mindig. Én megmondtam neki, hogy ma nem szabad bejönni, szólt közben az öreg, és felemelte a hangját. Azt hittem róla, hogy koldus, mondtam rögtön. Ne szemtelenkedjen, hallja-e? szólt rám az első rendőr. Ez itt apám sírja, ide van eltemetve. Van magánál igazolvány? Elővettem a zsebemből a pártagsági könyvemet. Mi ez? Fénykép nincsen benne. A rendőr gyufát gyújtott, és elolvasta a nevemet. Aztán a sír fölé hajolt, és elolvasta a kőbevésett nevet is. Mikó Pánylik. Magának más neve van, mint az apjának? Úgy látszik, összecseréltem a sírokat a sötétben. Akkor ez nem az ő sírja, mondtam, és széttártam a kezem. De nem ám, folytatta a rendőr, és pont ide kellett jönnie, hogy vodkát igyon hiszen itt van mellettünk egy park is. Egyáltalán zsidó maga? Szó, ami szó némiképp úgy néz ki, az orra meg minden. Ez enyhítő körülmények tudható be. Az orrom? Nem, hanem az, hogy mint zsidó, vodkázik a zsidó temetőben. Nem, mint zsidó vodkázom, feleltem, hanem egyszerűen azért vagyok itt, mert holnap május elseje van, és én május elseje előestén szoktam megemlékezni az apámról. Jobban tenné, ha máshogy emlékezne meg róla, Mondta a rendőr. Honnan tudhatjuk, hogy egyáltalán meghalt-e már az apja? Hiszen itt van a sírja valahol. Feleltem és körülnéztem. Akkor miért nem megy oda az ő sírjához? Mert nagyon sötét van. Minek jött ide, ha fél? Mitől félnék? Jó lenne, ha félne az Úristentől, és tiszteletben tartaná a halottakat, tanácsolt az öregember. Különben megkóstolhatja a gumikolbást, tette hozzá az egyik rendőr. Elmehetek most innét, hogy valami csendes helyen megígyam a vodkámat, ahol nem botránkoztatok meg vele senkit? Hát nézzük csak, erről bizony feljelentést kéne tenni, mondta a fiatalabb. Na, menjen, ha úgyis május elsője lesz holnap, mondta az idősebb. Köszönje a teremtőnek, mondta a fiatalabb. Köszönöm, mondtam, oda mentem a falhoz, és átdobtam magam rajta. Aztán visszafordulva oda kiáltottam nekik. Menjenek, Menjenek onnan, on, nem szabad lenni, van!